Ismét gasztro reggel van Salgótarjánban, piacigazgatóság és a kereskedelmi iskola jó voltából. Addig jönnek, még van, igaz, hogy csináltunk 300-at, de ha ízlik, akkor többet is lehet venni belőle. Sorra érkeztek a különleges ízek kedvelői a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola standjához november 10-én. Újra gasztro reggelire invitálták a piac vásárlóit, ez alkalommal Márton napjához kapcsolódva liba tepertős vendégváró falatkákat lehetett kóstolni. Libát tegyenek, hogy ne legyenek ilyesek, ugye ez a jelmondat. Jöjjenek közel, kóstolgassanak, finom kis ropogós keksz az alapja, változatos idén zöldségek, ami most jellemző, lilahagyma, ugye, tehát ez libához kötelezően, illetve a finom kis tepertője, tessenek csak jönni. November 11-e Szent Márton ünnepe. Sokaknál libahús kerül ilyenkor az asztalra, követve a népi hagyományokat. Nyilván azért eszünk libahús, mert nagyon finom, de egyébként a Márton napi hiedelmek szerint, népi hiedelmek szerint, ugye ilyenkor fejeződik be a paraszti munka, tehát a betakarítás, picit megnyugszik az ember, és visszavonul, ezt meg kell ünnepelni. Az új bor, amit fölnyitnak a pincébe, fölbontanak és kóstolják, illetve a hízott liba, a meghízdalt liba ilyenkor a szokás. Ez a népi hiedelem egyik oldala, és a Szent Márton egyházi legendája meg a másik, amikor ugye a félénk elbúvó Mártont a libák fölzavarták, ugye az ólba bújt el, nem akart püspökké lenni, és elbújt az ólba, és akkor ez a másik hiedelem, hogy a libákat ezért kell levágni, hogy ne lármázzák fel ugye a vallást. Egyébként mi szakácsok azért csináljuk, azért készítjük ilyenkor a libát, mert az ünneple gyönyörűen rá lehet illeszteni, keresik az emberek. Magyarországon ez a mártonnapi lakomasorozat lassan már az ilyen torkos csütörtök elnevezésű rendezvényekhez hasonlít. Ilyenkor szinte kivétel nélkül minden vendéglő kínálja a jobbnál jobb libafalatokat, és nyilván az emberek, ha nem jutnak el ilyen vendéglőbe, vagy ilyen helyre, ahol tudnak a lakomas során libát fogyasztani, keresik. Hát hol keressék, a legjobb hely a piac, ott tudnak ilyet vásárolni, friss liba terméket. Ma reggel egy nagyon finom libatepertőt készítettünk, amit zsírjával együtt összevágtunk, összedaráltunk, így mond, tehát késsel vágtuk össze, és az a lényeg, hogy egy kis színes bors, mustár van benne, hát mindent azért nem árulok el, de egy finom kis fűszerkeverékkel libatepertőkrémet csináltunk, amit keksz alapra helyeztünk, kicsit ropogós, kicsit crispy érzést ad az embereknek, hát nem kenyérre tettük, hogy változatosabb legyen. A vendégváró falatok receptje mellett Márton napi főmenühöz is kaphattak tippeket az érdeklődők. Hát, hogyha már liba, akkor mindenféleképpen a combját, nekem az a nagy kedvencem, nagyon sokan esküsznek a mellére a liba mellnek, akár füstölve, akár nyersen elkészítve, én combot ajánlanék, és klasszik módon természetesen káposztakörettel, természetesen burgonyát megjelenítve, akár hogyha lehet kicsit népiesebben, ugye burgonyát elkészíteni tészta változatba, tehát belevinni egy tészta félébe, nem feltétlenül csak főzve vagy bőzsírba sütve, az már nem annyira. Hát inkább egy kis káposzta, gyümölcsöket nagyon szereti az asszal gyümölcsöket a liba, a birsféléket például, az almaféléket, a normál almákat, körtét, ezeket lehet hozzá kínálni. Idén még egy alkalommal lehet találkozni a Keri csapatával a piacon. December elején a karácsonyi menü elkészítéséhez kaphatnak jó tanácsokat egy reggeli kóstoló keretében.